Sziasztok! Szokásos reggeli kezdés az Erkélyről, és időjárás ellenőrzés. Ma van május 23 csütörtök, és ahogy nézem, ma is egy szép időnk van. Bár éjjel abból az irányból dörgött, villámlott. Hű, hét ágra süt a nap, csak úgy szikrázik. És a mai úti cél az Stavrosról nyugatra lesz, van egy tó, Limni Volvi, elmegyünk oda bringával, aztán körbenézünk arra is. Bringa megvan, és megnézzük innen, mi a helyzet a hegyek felől is. Itt is derült ég van, kristály tiszta. Nem, talán egy picit még párás abból az irányból. És most kimegyünk arra a kettes főútra, és akkor onnan nyugatra vesszük az irányzékot. Kijöttem az apartman elé a tengerpartra, és hogy közeleg a szombat, jönnek az emberek, egyre többen vannak a parton. Itt a sokaság. Alig volt egy-két ember korábban, most ehhez képest már vannak kb. 100-an. Most van 11:42, és akkor elindulok lassan, elhagyom most Stavroszt, és elhagyjuk egy időre a tengert, és megnézzük ezt a tavat. A napfény az már most valami brutálisan tűz. Nem véletlenül mondta az idegenvezető, hogy vigyázni kell a strandolással. Jó, be kell magunkat kenni, mert tavasszal ötször erősebb a napfény. És vannak azért gomoly felhők. Esőkabátot betettem. A hegy iránya innen tiszta. Erre nem jártam, ez Stavrosznak a másik vége. Most egyenlőre északi irányba haladunk felfelé, de nem a part mellett, aztán majd dobunk egy balost, elkanyarodunk nyugatra. És milyen szép apartmanházak vannak. Szép gyeppel, sövény. Ó, ez ám a luxus, kérem. Itt egy kert, épp nyírják a füvet. És a másik oldalon is szép épületek. És egy pillanatra félreálltam, mert a kerékpárt még nem is mutattam ma. Ma is fölkészítettem az útra, szokásos visszapillantó, kormánytáska, vittem 2 liter vizet, kormányon lent a vázon és a nyereg alatt. Azért egy vízbelépő cipő és egy úszónadrág is van nálam. Jobb félni, mint megijedni, és megint UV-álló vagyok. A kukás mellényt azért felhúztam, mert hamarosan kimegyünk a kettesre, és ott azért lesz forgalom. Örülök, hogy látok itt-ott pálmákat, ez ad egy kis mediterrán hangulatot. Ez itt velem szemben a menetrend szerinti görög buszjárat. Ezzel utaznak a helyiek. És ez még nem a kettes út, ez a csatlakozás hozzá.
Mutatok egy kis üzemanyagárat. 1628 a dízer, 1954 a benzin, 95-ös. Egy szép bárány felhő, csak úgy csapat az UV. Itt van Stavros vége, közeledünk a kettes úthoz. És már fönn is vagyunk a kettesen. Itt pont olyan, mint hogyha Magyarország valamelyik erdős részén tekernénk. Nagy lombhullató fák. A hegy alatt mekkora nyugágy. És ez a szék se kicsi. Ó, de szép ez az orom. Na szóval még azt akartam mondani, hogy amikor ilyen bárányfelhők vannak, úgy vettem észre, akkor legnagyobb az UV. És lehet is érezni. Egyik nap sem sütött a nap ilyen kristálytisztán. Rögtön itt a kettes főút mellett van egy régi korabeli templom. Lehajtok hozzá és megnézzük. Ágia Marina, Szent Mária. A buksimájon itt, még kölyök kutya. Tehát Szűz Mária temploma van előttünk. De szép. Megint eszembe jutnak róla a meteórák. Gyönyörű templom, dicsértessék. Ringát ide letettem a templom sarkához. Pillanatra benézünk. Még vannak bent turisták. Gyönyörű szép ez az ikonosztáz. Emögé csak a pap mehet be, és a segédkező illető a szertartásban. Dicsértessék. Elhagytam a templomot, újra a kettesen haladok. Ez valami faiskola itt. Majd de szép pálmák, olajfák, itt vannak bent a tuják, ciprusok. Ezek is itt milyen szépek az út szélén. Itt egy olajfás gyűltetvény. Hát, mintha Villányi hegy lenne előttem, csak egy kicsit más itt most a növényzet. Kiértem a lombhullató erdőből. Jó egy kicsit így kimozdulni a tengerpart mellől, megnézni a vidék életét. Ott is fólia sátor, facsemetések, és a másik oldalon is csemete ültetvények. Tehát innen hozzák az utánpótlást a tengerpartra. Faiskolák mindenfele, itt is. Mennyi facsemete végig. Hihetetlen, és ez a tó iránya, facsemeték mögött
otthon a Limni Volvi nevű tó. Én egy picit látom, de nem biztos, hogy látjátok a kamerában. Jaj, micsoda datója pálmák. Ezt érdekes volt így látni. Jó, hogy hoztam esőkabátot, és ez is fel lett avatva. Ott a tó, abban az irányban, és csak oda húzza a felhőt maga fölé. Egyelőre egyszer ennyi volt az eső, jó, hogy itt volt ez a busz megálló. Ott is van egy szemben, nem kizárt, hogy ma még lesz felhős körbe-körbe. Kicsit olyan balatonos feelingem van. Nem, mint a Görögországban lennék. Volt a busz előttem, úgy látszik, kirakott egy pár turistát. Hát tiszta Balaton. Limni Volvi. Ó, milyen szép színei vannak. Amit olvastam a tóról, az nagyjából egy olyan 20 km hosszú, és kb. Egy ilyen 10 km széles lehet, 20 méter a mélysége, és 68 négyzetkilométer a területe. Eső elállt, szerencsésen ide értünk, és itt van a tó. Kormoránok vannak rögtön azon a területen. És ahogy nézem ebben az irányban is, ott van a kormoránok szigete. Biztos valamilyen fokozottan természetvédelmi terület lehet. Nádas. És abban az irányban nyúlik el Hosszantin tó. Persze az eső elállt szerencsére, csak épp, hogy elővettem az esőkabátot, de nem kizárt a folytatás. Elég párás a levegő. Elnézek egy picit ebben az irányban. Ezek görög turisták, lehet, hogy valami iskolás csoport. Eljöttem a tótól, elég felhős mindenfele az idő, visszafordultam, nem megyek tovább, minden innen borul, ott szakad, és visszamegyek Stavroszba. Nagyjából 13:30 van most. Itt már ismét 7 ágra süt a nap. Jobb volt visszafordulni. Inkább elütjük az időt valahol a tengernél. Délután 2. Visszaértem Stavroszba. Itt nyoma sincs az esőnek. Bár azért ott gyülekeznek a felhők szintén, és még a hegy fölött is kissé. Egyszer most visszaértem az apartmanom bejáratához. Fölmegyek, megszállítom az esőkabátot, és kajázok egyet. Na, itt a pavilon, mindjárt ide is rakom a bringát. Nem túl vizes, de azért az esőkabát egy picit kilógatom, hogy száradjon. Jó helye is lesz. Sokat változott azóta az időjárás, miután mutattam reggel. Eléggé felhős. És milyen szeles lett. Még olimpiáda irány az tisztább. Alakul az időjárás. Esőkabát is megszáradt, teljesen mindjárt összehajtom, viszem magammal. Ebből az irányból van egy kis felhő, de mi nem erre fogunk tartani.
hanem erre. Elment az idő, 4 óra van, volt itt is egy nagy felhő felettünk. Egy mutatóba 1-2 cseppeső esett, még vártam, kajáztam is, összepakoltam újra, megszárítottam a esőkabátot, és megyünk megint olimpiáda fele. Nem tudom, meddig jutunk el, milyen idő lesz, de bízom benne, itt sokkal derültebb az ég, nincsenek felhők. Még bőven olimpiáda előtt vagyok, lejöttem az útról, hallottam közel a tenger, mondtam, megnézzük, itt milyen a part. Imittam, ott itt is van szemét kisodorva. Nem tudom, ennek a partnak mi lehet a neve. Ez jól láthatóan kavicsos, beljebb meg kicsit homokos. Apró kavics és homok. Előre ment a felhő, ezt végül is elég szép idő lett. 10 perc múlva 5 óra. Semmi baj, még időben vagyunk. Van egy enyhe szél, ez direkt jó jön itt fölfele az emelkedőn. De mindjárt átbukunk és gurulás jön. Na végre, jól megérdemelt kis gurulás. Üdvözöl minket a háttérből Kafkanász szigete. Szépek ezek a sárga bokrok, ezt nem győzöm említeni, mindig itt a tenger mentén, ahogy virágoznak. Szép görög fenyőfák. Énekelnek a fülemülék. Itt is vagyok olimpiádán, lekanyarodom, ez a leggyorsabb a parthoz, és város mögötti hegyek felhőkben vannak. Itt az Alpetábla Luxury Accommodation, csak egyenesen kell menni. Na, ide is értünk a vadregényes átkelőhöz. Így oldják meg az átfolyást. Megérkeztünk újra olimpiádára. 5 óra 10 perc van most. És ez a parti sétány. Erre mentünk tegnap, tegnap előtt is. De hiába itt van a jó part, fürdésre. Ismét itt vagyok, Stageira városromp falai alatt, és itt van az a jó kis part, Sikia Beach. Meg is érkeztünk a lejáratához. Bocs mindenkinek a fék hangjáért, van egy kis nyekergése, és itt van a hamisítatlan Sikia Beach. Arra van olimpiáda, Stageira, Arisztotelész romvárosa. Itt született valamikor, és itt a part nincs senki, ahogy látom. Ez nagyszerű. És akkor jöhet a fürdőzés. Üdv Szikiáról! Hát az van, épp hogy ide értem,
el kell mennem valószínűleg. Fölerősödött a szél, és nézzétek, milyen felhő jön onnan. Ebből még zuhi lesz. Hát nagy kár, de van ilyen szívás is. Itt az álompart, és szemből jön az eső. Jó van, elmegyünk. Szomorú vagyok, hogy most nem tudtam ismét itt fürdeni, pedig ez lett volna az álompart. Szikia Beach. Na akkor viszlát. 6 óra van, és azt csinálom, egy kicsit még várok. Hát, ha eltakarodik a hegyek fölé valamerre, és akkor visszamegyek. De ha már itt vagyok, Stageira romváros bejáratánál, 6:45-kor, akkor a múltkori kérdésemet el fogom oszlatni, hogy ilyenkor két irányba forog-e a kapu, mert ugye 15:30-kor bezár. Tehát még ilyenkor is be lehet menni simán. Hoppá, hoppá. Elvileg 15:30-ig van nyitva, ahogy a tábla is mutatja. Kedden zárva, de úgy néz ki, hogy ez a kapu örökké forog. Hát, visszajöttem ide, nem érdekel, cuccaimat itt hagyom. Levetkőztem, hogy jöhet a tenger. Legalább egy kicsit tapicskolok benne, ha már idáig eljöttem. Kicsit sétálok a partján. Addig talán elvonul ez a felhő is. Akkor is megéri idáig eljönni, mert egyszerűen tiszta a partja, szép, esztétikus, van egy hangulata, egy kicsit ilyen vadregényes, pláne ezzel az ókori várfallal, Stageira romvárosával. Szép, kavicsos, homokos a partja. Én megkockáztatom. Érdekes, mert ott mintha esne, olimpiádán meg süt a nap. Stavroson szerintem már zuhog az eső. Azt nem érdekel. Itt vagyok és kész. Ma egész nap az eső elől menekültem szinte. Elmentem Limni Volvitóig, elkezdett esni. Ahova mondom, visszajövök, eljövök ide, majd nem fog esni. Erre megjelentek a felhők itt is. Hál' Istennek még egyelőre nem esik. Itt elbújok ebben a kis öbölben az eső elől, talán nem fog észrevenni. Jó a víz, most bejöttem térdig. Kellemes. Legalább, ha már eljöttem bringával idáig, legyen egy kis kárpótlásom. Nagyon furi. Ó, halljátok, hogy dörög az ég ott? Abba az irányba? Na, hazafele készüljetek, ez új lesz. Azt tuti. Jön az eső. Pedig mára nem mondtak, egy centi esőt sem mutattak. És még délután 3-kor is megnéztem az előrejelzést. Semmilyen esőt nem mutattak. Mára kissé felhős. Hát ennyit ér az időjárás előrejelzés. Csend élet. Nézzük együtt biciklivel a vizet. És azt hiszem, itt az ideje öltözni. Erre vette az irányt az eső. Újra szerelésben vagyok, és a fürdés nem is, de egy kis vízben sétálás azért volt. Én azért megnyugodtam, nem vagyok olyan pipa. Az eső meg elment abban az irányba, Kafkana szigeténél, az északi oldalon van, arra Aszprováltánál. Talán meg jobb is, hogy itt maradtam. Az viszont tény, hogy fürdésre nem is nagyon alkalmas az idő, mert erős lett a szél, és leesett a hőmérséklet is. Úgyhogy ez a vízben sétálás a parton térdig, ez bőven elég volt.
Már jobb szájízzel távozom innen. Nem sietek, hadd vonuljon el az eső. Szerintem arra Stavrosnál úgyis szakadt. Inkább csak bámészkodjunk. Nézzük a tengert. Sehol senki. Mindig dörög az ég. Erősen morajlott abból az irányból. De arra is jó be van borulva. Kicsit olyan, mint a Robinson part. Nem? Vagy mint a szám kivetett. Tom Hanks-el. Az az érzésem, kicsit el tudtunk most itt. Hogy dörög? Kicsit el tudtunk most itt bújni az eső elől. Vannak ám kontrasztok. Mély kék arra, szürkés az ég. Na akkor viszlát, see ki a beach. Ma már másodszor hagyom el ezt a partot. Hét óra lesz, két perc múlva sikerült elmenekülnöm a vihar elől. Még azért mindig eléggé borús, és megérkeztem ide a Akroyali étteremhez, itt a pincér úr, és le van foglalva a helyem annál az asztalnál. Istennek hála, sikerült megmenekülni az esőtől, úgyhogy most jöhet egy kis vacsora. Aztán neki állt szépen esni, remélem mire megebédelek, remélem mire megvacsorázok, addigra már eláll. Kerékpárt ide beraktam. És akkor ez az asztalom. Közben kicsit süt a nap, és esik az eső. Közben kihozták az ételt. Szuflaki, cacikivel, sült krumplival. Úgyhogy ez lesz a kajcsi. Akkor jó étvágyat! Most van 8 óra 10 perc, 7 ágra süt a nap, és elindulok visszafele Stavrosra. Szépen lassan megyek, ne csapja föl az esővizet a kerék. De jó nagy zuhi volt azért itt. Istennek hála, hogy így meg tudtam úszni. Mindenhol be tudtam menekülni. Hú! Az a szerencse, hogy itt nem tart sokáig az eső. Jaj, azt elfelejtettem mondani, hogy mennyibe került az annyi. Ez így volt, 16,3 euró. Annyira kiadós volt, hogy még hagytam is belőle egy picit. Ez sertéshús volt. Azt hittem, hogy chicken lesz, csirkehús lesz, de hát így is oké volt. Sietnem kéne, egy picit most lassabban haladok. Az eső miatt ugye, nincsen sárhányom, ne szórja föl a vizet. Próbálom az útnak a középső részét, száraz uratot keresni, hogy jobban tudok haladni. Hát igen, 10 perc múlva 8:30. Föltettem a lámpákat, előre-hátra. És azt a másikat is, amit tegnap mutattam, a nagy erejűt. Na itt már hogy szárad? Innen jöttem ki, egy visszatekintés. Nézzétek a hegyek fölött, hogy állnak a felhők. A lábuknál, meg középen. Már ha látszik.
Jó kis eső volt arra is. És az ételek tekintetében, görög kajáknál, a muszaka ez nekem jobban ízlett tegnap előtt, mint most ez a szufla kis kaja. Ez se volt rossz. Basztam, milyen pára van, csak úgy harapni lehet. A szemüvegem is bepárásodott. Ebből az irányból jöttem. Énekelnek a fülemlék. Félreálltam inni egyet. Megtöröltem a tükröt. Jól néz ki itt az autóút. Kár, hogy nincs kilométer órám. Ma azért mentünk mindenfelé. Nyugatra is, délre is. Az eső meg jött utánunk mindenhol. Innen jöttem, ez olimpiáda iránya. Fölálltam ide a szalagkorlátra, meg kell, hogy mutassam ezeket a szép színeket. És ott a bringám. Milyen jó néz ki, itt még szárad az aszfalt. Látszik, hogy párolog. Remélem visszaadja a kamera. Száll föl róla a pára. Ilyen szépen énekelnek a madarak. Sajnálom az autósokat, motorosokat. Nem hallják ezt a szép fülemüle éneket. Hatalmas tócsák, vizes utak. Jó nagy zuhi volt itt Stavroson. És ahogy látom, ez se került el. Végig locsolta a településeket ma az eső. Itt is állnak a tócsák. Hát tényleg, Istennek hála, hogy így megúsztam a mai napot. Ez valami hihetetlen. Vagy elkerült a nagyja, vagy be tudtam menni valahová. Ez igen. És mára nem mondtak csapadékot, csak ilyen felhősebb időt mondtak, és ennyi. Ehhez képest. Mire visszaértem a négyes kereszteződéshez, itt a gyógyszertár sarkánál. Elmegyek az apartmanom irányába. Juhely. Aztán itt aratott az eső. Étterem, ez már kinyitott. Nagyszerű. Első nap ennek mutattam az árait. 9:30 van. Visszaértem a szállásomhoz. Az a hátam mögött van, csak ott nincs fény. Ezen a ponton talán látszik a kerékpár, hogy megcsináljam a záró videót. És mára búcsúzom ennek a résznek, itt van a vége. Jó pihenést, jó étt kívánok mindenkinek. Kalandos nap volt, kerülgetett minket az eső, de azért jól alakult a végén minden. Na akkor találkozunk holnap. Ciao mindenkinek, sziasztok!